Na sziasztok, én Balázs vagyok, és ebben a videóban egy eléggé érdekes tartalmat hoztam el nektek. Nem tudom, ez mennyire lehet tartalomnak nevezni, mert semmi különös nincs benne, csak hogy ti hallgassátok, esetleg ha tudtok, mert azért nem a legvidámabb dolog történt, és gondolkoztam rajta, hogy mege osszam veletek, mert azért tényleg kicsit ilyen ehő, Ilyen. nem hogy fura, hanem szomorú, szóval aki érzékeny az ilyen esetekre, annak mondom, hogy most rögtön kapcsolja el a videót, ja, meg bocsánat a fekete képért, csak uh, most, most én akartam, hogy legyen, nem akartam, csak, na értitek. Szóval aki nem, sz aki nem szereti ezt a tragikus történeteket, az kapcsolja el a videót, mi pedig, aki nem szereti a, tört a aki nem szeretik a szomorúi történeteket, az pedig tartsanak velem. Na most, hogy véget ennek a gagyi intrónak, kezdeném is a videót. Szóval az történt, hogy május 3-án egy belgrádi iskolába is Mondom magyarosan, Nándor Fehérváron történt egy iskolai övöldözés, amiben egy nyolc diák és egy ilyen felügyelő vagy biztonsági őr belehalt, és hatan a segí, hat, segély, hat a segélyosztályra került. Most hívom, hogy a segély, segélyosztály a orvosnál, és egy történelem tonál is. És ez ugye nagyon szomorú, mert sok olyan diák volt, aki jó tanuló volt amúgy. Például most mondok egy diákot, nem tudom pontosan a de nagyon jó tanuló volt, csupa ötös volt, nem pártolta se az egyik felett, se a másikot, nem szidogodott, mindenkivel jóba volt, nem volt semmi, és egyszer csak ugye képzel el azt a szituációt, hogy nagy vagy, elküldöd a gyereket iskolába, soha többé nem látod. Azért lehengelő, úgymond ennyire ez a sztori, de itt még uh, nincs vége. Úgy történt, úgymond ez a tragikus eset, hogy egy uh, azt volt drogozva, úgymond, alkoholozva, mondom így, és uh, akkor uh, előkészített már, el, elővette egy puskát, nem tudom, hogy honnan volt uh, nekik puskájuk, vagy ilyen fegyverszerűségük, azt elővette, be, mert úgy az iskolába, volt kettő egy kisebb, meg egy nagyobb, és akkor uh, aki nem tetszett neki, az, az előtt. De most képzeld bele, abban a 16 emberből 9 meghalt, egy lövésből, de ahhoz ennek egy lövésből egy halálon legyen, ahhoz legalább egy hónapot kell gyakorolni. És nem tudom, be volt tervezve valószínűleg ez a lövöldözés, hogy ki, akar, ki kit akar, akar megölni, és mikor vagy, és vagy. És gondolom azért próbálnak itt mondogatni, hogy ez volt, de az volt, de itt nincs mit magyarázkodni. Megtörtént, és vége de azt a pár életet nem, nem kapják vissza. Nem az a játék, hogy meghalsz és újra életsz, nem. Meghalsz és kész, végig, örökre, örökre meghalt. Nincs egy új, új, így. három életem van, meg valami csinál, kapok egy bún, bónusz életet. Nem, az életben nincs ilyen. Nem írtak leérettségizni, nem fejezték be a nyolc osztályt, nem írtak megnősülni, férjezmenni. menni, nem lettek gyerekeik nem látta többet többe a szüleiket, és ör örökre. És, ezért csinálom ezt a videót, hogy ti is áté, nem tudom én, hogy ti is átéljétek az, hogy mennyire tragikus. És hogyha véletlenül, ne talán, én sem szeretném, hogy a valamelyik, valamelyik ilyen baj lenne, hogy az iskolában valami lövöldözés volt, azt ajánlom, hogy vagy bujatok el valami olyan ultimate, ultimate helyre, ahol nem is tudnak, nem is tudnak senki, csak te, majd egy-két osztálytársad, oda bemenekültek, vagy fussatok ki rögtön, szóljatok valakinek, rendőröket hívjatok fel, netán a izéket is, nem, nem tudom, mit akartam erre a tűzoltókat is, véletlenül nem tudom mi, tűzött neki, de azt nem tudom, hogy hogy levöldözésben, hogy itt ki tűz, nem mindegy. Szóval igen, ezt akarnám elmondani, hogy ezért csinálom ezt a videót. Gondolkoztam rajta, hogy lemondjam, elmondom, és ja, és ez na nagyon meghatódó. Sok, sok, ember sajnál őket, ezt a nyolc gyerek, meg egy izé, felügyelő rendőr, egy történelem tanár, és hagy gyerek. hagy gyerek, és egy történelem tanár, amit mondtam az elején élet-halál-harcot vírnak, hogy az egyik szervük fel, vagy a szerveik felmondják a harcot, akkor kész, vége, meghaltak. Szóval bármelyik pillanatban. Szóval ja ezért csinálom ezt a videót, hogy magamat is megnyugtassam, vagy nem megnyugtassam, hanem megbírom közölni az érzéseimet, hogy mit érzek ebben kapcsolatban. Én is szomorúan szóval értem át, hogy még hallottam. Már is volt, a volt. 2023. Nem, tud, nem tudom, hogy mikor lássátok a videót, csak hogy tudjátok, hogy a véletlenül még nem találkoztatok ebben, hogy van, ami izé lövöldözés történt. Szóval... Uh, ja. Szóval ennyit akartam volna elmondani, ha tetszett és nem akarjátok, hogy ilyen történjen, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót kommentbe esetleg leírhatjátok, hogy mennyire tragikusan értiteket ez a harcolás, vagy nem harcolás, hanem lövöldözés, mert engem nagyon. És nyomjátok meg a csengőt, ezt nem, ezt, na, hogy szponzoráljon magamat, mert minden videó szponzorálja magát. És küldjétek a barátaitoknak, hogy a szerintetek is tetszeni fog nekik. Na, sziasztok!